Megálljuk, amíg Fici megérdemelt tortájából falatozik. És gyakorlatilag egy kicsit csatlakoznék Fricihez. Ugye azt mondta, hogy ha bejelentjük, hogy balhé lesz, akkor elkezdenek a félős hazaárulók olyasmit tenni, hogy ne legyen balhé. Ugye erre volt jó néhány példa, tehát az, hogy most a rendőrkapitányság megküldte a választ, de meglepő módon 3 hónapja a Kuriának írtam, hogy hallgassanak meg, nem jött rá válasz, majd most megírtam, hogy ma jövünk és megkérdezzük, hát jött válasz. Meglepő módon tegnap érkezett, vagy tegnap előtt este egy válasz arra, hogy hol van a csákányom, ezt is megírták. Máskor erre is kell várni marhasokat. De azért hadd jelezzem, ahol igazán összejött a csapat, én ezt tekintem igazi indulónak, hiszen rengeteg embernek az volt a belépője ebből a csapatból, Dunaharasztinak kilakoltatás. Bőven elég volt azt mondani, hogy körülbelül 150-en leszünk ott. Reggel 7:30-kor a végrehajtónál kezdtünk, és azt mondta, hogy ő bizony oda ki nem jön. Hát így van ez. Ha valamit akarunk, és ez jó lenne mindenki, aki most nincs itt, és otthon ülő a fenekén, és várja a csodát, hogy magához térne, és rájönne arra, ha valamit akarunk, azt ki kell vívni. Hiába van jogod, ha ezzel a joggal nem élsz. Hagyod, hogy néhány mocskos hazáruló ezt majd eldöntse, hogy neked jár vagy nem jár, akkor neked nem fog járni, nem fogod megkapni, csak akkor, ha kiállsz érte és elveszed. Nézzétek csak meg a természetet, amelyik állat oda megy és elveszi, az megkapja. Aki nem megy oda és nem veszi el, az éhen hal. Hát így működik ez sajnos, azok, akiket oda beszavaztunk, semmivel nem különbek, mint egy orángután, vagy egy oroszlán, vagy egy farkas. Ezeknek ilyen viszonylag pici agya van, ezeknek is odafenn, tehát ha nem vesszük el, akkor nem adnak nekünk. Jó indulattal odaszavaztuk őket, de el kell vennünk. Nyomást kell gyakorolnunk. És egy picit térjünk vissza Fricire. Nagyon szerényen azt mondta, hogy egy kirakat betörött. Na de hát azért mi mindannyian tudjuk, de lehet, hogy a kamerákban nem, hogy ez a kirakat, ami itt betörött, a Svácek Frigyes törte be egy kalapáccsal. Úgyhogy én azt gondolom, hol van a Frici? Ott van, egy óriási tapsot még egyszer, azért, mert betörte. Így van. És nem csak azért, mert betörte, hanem nem várt senkire. Hányszor látjuk azt meg, hogy valakik maguk köré akarnak gyűjteni egy csapatot. Ha majd jönnek sokan, akkor majd én is megyek elől. Ismerős ez, ugye jó néhány szervezetnél működik, és nem csak ebben a harcban, hanem másban is. Majd, hogyha már sokan egyetértenek vele, akkor kimerem mondani a véleményemet. Hát Frici nem, Frici egyedül elsőnek elől indult el. Még egy nap azért, mert elsőnek elől megcsinálta. Így működik ez. Ha valaki megy és csinálja, akkor sikerülni fog. Van nekünk egy kormányunk. A kormánynak van egy vezetője, nem tudom, felismeritek-e? Ami már nem kapott akkora tapsot, mint Fici, nem tudom, hogy miért van ez a történet. Azt mondja ez a csávó, ez a Viktor, hogy ő most aztán nagyon, nagyon oda csap a bankoknak. Elszámoltatja. Vissza kell adni, amit elvettek. Most valahogy ide került ez a harckocsinak látszó tárgy. Most azért nézzük meg, hogy nem eredeti-e véletlenül. Mert akkor nagyot szól. Tehát, hogyha véletlen eredet, akkor gyorsan jöjjenek ki onnan, mert nagyot tud szólni, hogyha elsül. Azt mondta az édesapám, hogy az ő hadnagya, amikor katona volt, azt mondta, hogy vigyázzatok, mert ha Isten úgy akarja, a söprűnyél is elsülhet. Hát én most izgulnék oda bent, főleg azért, mert ugye úgy látjuk a kommunikációból, hogy ebben a harckocsiban az elsütő billentyű Orbán Viktor kezében van. Tegyük már oda, jó? Hogy vajon jól mutat-e valahogy, nem tudom, oda tudjuk-e szórni. Lehet, hogy valahova be tudod, az a cső és a torony közé lehet, hogy bele, úgy egy kicsit hadlógjon. Igen, majd mindjárt valahogy fölteszem. Na Viktor, látod, így pakolunk fel a harckocsira, amelyiket a bankok ellen megy. Nagyon jó, megmaradt. Jó, és Viktor elfogadta a felkérést, elfogadta, hát ott.
óriási! Óriási! Ott marad! Na, szóval nem tudom, mennyire hiteles ez a dolog, gyanítom nem annyira, de most, hogy így elfogadta, így már nincs mit tennie, tényleg meg kell húzni ezt a rovaszt. És ez nem arról szól, ahogy Tilk Laciék mondták nagyon találóan, hogy a lopott malacnak nem csak a fülét és a farkát kell visszaadni, hanem a malacot is. És nem csak a malacot, hanem az összes kárt, amit azzal okoztak, hogy az a malac nem volt nálam 5-6-8-10 évig. Azzal kárt okoztak. Tehát Viktorunk, jól vigyázz, mert nem csak a füle és a farka kell nekünk, az egész malac és az összes egyéb okozott kár is. Tehát így végezd a dolgodat, mert mi ott leszünk és figyelünk. Bizony figyelünk, számon kérünk, mert mi ilyen zsiványok vagyunk, hogy nem hagyjuk, hogy kifasszanak, és ezt neked se fogjuk hagyni. Ott voltunk azért egy hónapig a házadnál, éheztünk is, ott voltunk a kövérkutyádnál is, jó sokáig és többször visszamentünk, úgyhogy Csányinál is, a Csányi uzsorásnál is ott voltunk, akire eljátsszák azt, hogy ők éppen haragba vannak, de közben nincsenek haragba szerintem, vagy a fene tudja, hogy miben vannak. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell itt a néppel játszani, mert egy ilyen harckocsi el tud sülni. És ha elsül, akkor nagyon sok sírás lesz. És ezt már mondtuk egy évvel ezelőtt is, és most is ezt mondjuk. És azért tesszük, amit teszünk az utcán, hogy ne legyen sírás, ne folyjon magyar vér, mert ezt mi nem szeretnénk, mi azt szeretnénk, ha észhez térnének, vagy minél többen jönnének és észhez térítenénk őket békésen, mert igazából azt láthatjuk, hogy nyomásgyakorlással bármit el lehet érni. Itt az OTP-nél sok más egyéb dolgunk nincs, mint hogy ezt a részt, ami kívül van a kordonon, mert elvileg ott most magánterületen vagytok, nem is értem, hogy az OTP-ből miért nem rohantak ki a biztonsági őrök, és tepertek le benneteket, hogy az ő magánterületükön vagytok. Jöjjenek gyorsan, a magánterületen állnak az emberek. Csányit bizony. Tehát ezen a kordonon kívül itt mindent, amit érünk, le fogunk plakátolni, és természetesen vannak nekünk dalaink is, és azokat is el fogjuk énekelni itt az OTP előtt. De előtte én úgy tudom, hogy Évinek van valami mondani vagy mutatni valója itt az OTP előtt. Gyere, légy szíves, és én majd tartom neked a mikrofont. Mert én úgy hallottam, hogy ezek a bankárok már megőrültek. Az őrületnek pedig van egy következménye. Mi az? Az a következménye, hogy azt üzente a Juliska néművel a bankár mafia, hogy elegük volt. És most Csányi Sándor főbe is lőtte magát. Köszönjük szépen! Ma ettől megszabadultunk. Erről egy versrészlet jut eszembe. Ha, ha, mizunk, mi éj ide a London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármi lesz. És aztán ez így van tovább, és nem szeretnék nem pontosan idézni. Tehát igen, ezek ebbe bele tudnak örülni, be is fognak, de csak akkor, ha mint a Velszi bárdok megmutatjuk, hogy minket nem érdekel, minket nem tudnak megfélemlíteni, mi megyünk a megkezdett úton, és bármilyen ármánnyal, megfélemlítéssel, vagy bármi egyébben nem tudnak semmi olyat elérni, hogy mi ne csináljuk tovább. Köszönöm, mindjárt hozzuk a plakátokat, és nyomjuk tele az OTP-t!